Kegyes Viktor barátunkhoz, aki egy nagyon kényelmes, otthonülő szakmát választott magának, mert hogy kaszkadőr. Te, neked van egy jó történeted ezzel kapcsolatban, nem? Neked van egy nagyon kedves színész barátod, Toby Stevens, aki egyébként a Black Sails sorozatban is többek között szerepelt. Én nagyon kedvelem. Te egy kicsit kevésbé, ha jól tudom. Nincs nekem semmi bajom az az emberre. Egy dokumentumfilmet forgattak Custer tábornok munkásságáról, az angol BBC, azt hiszem. Hát én ott találkoztam vele, ott voltam a stand-up-ja ezen a filmen. Aztán nem túl jól sikerült a mi találkozásunk, mert abban az időben még annyira nem volt jó fej, mint biztos, hogy amennyire most az. 24 rounds of pistol ammunition. Aztán ilyen fokhegyről valamit odavágott nekem, miközben én 5 lovat vittem éppen itatni. Hogy miért tudom, hogy a gyerek hozd ide azt a csizmát nekem, vagy nem emlékszem, de úgy emlékszem, hogy csizmáról volt szó. Én meg hát 5 lóval mentem ott itatni, egyen ültem, 4-en vezettem. Aztán mondtam meg, hogy te hát nem fog letörni a lábad, szerintem el tudsz ballagni, te is érte. Én ugyan nem tudtam, hogy ki ez az ember, viszont mindenki más igen. Hát estére nem lettem megdicsérve. Majdnem úgy volt, hogy ott is kell hagynom a filmforgatást, de aztán mivel az ember nem tudott hála Isten lovagolni, ezért én lettem neki a dublőre. És volt, amikor a sminkelő sátorba egymás mellett üdögeltünk egymásnak háttal, nagy csöndek közepette, nem is készült rólunk közös fénykép egyébként, nem nagyon komáztuk egymást. Én azt hallottam egyébként, hogy nem az összes világsztár ilyen, de majd a Viktor szerintem, én azt gondolom, hogy ő többel találkozott, mint mi. Úgyhogy van, erről remélem, hogy mesél nekünk egy kicsit. Az egyik barátunk, kollégám itt. Ő a Szüreti Regatta főszervezője egyébként, de most bicikli túrán vesz részt itt Somogy megyében. Viktor, hogyan kerültél te ebbe bele, ebbe a szakmába, illetve hogyan kezdted a lovas pályafutásod? Versenytáncoltam, latin-amerikai táncokat, ez mellett egy akrobatikus sportot is csináltam, ezt a parkourt, amikor ugye a háztetőken ugrálnak és szaltozgatnak, igen. Mindenféle. Az is egy veszélytelen dolog. Így van, ilyen hülyeség, és úgy adódott, hogy egy ilyen trükklovas csapatnak, egy lovas családnak volt egy karácsonyi rendezvényük, és meghívtak minket, hogy lépjünk fel. És annyira megtetszett ott a vezetőnek ez az egész, ugye, aki a trükklovas csapatot is vitte, hogy elhívott minket, hogy működjünk velük közre, hogy ezzel tudjuk színesíteni az előadást, meg a bemutatókat. Jártunk lovas edzésre is, és ugye ez mellett már tényleg szinte a legelején, már a trükklovas edzésekre is beállítottak minket úgy, hogy alig tudtunk vágtázni, ügetni, meg ilyenek, és akkor hajrá, mehet, csináljátok vágtában. De az embert motiválta is ez, hogy megfeleljen. Mennyi az a darabszám lóból, amire neked szükséged van ahhoz, hogy bármit, amit kér, tehát oda mész egy forgatásra, és úgy nagyjából tudod, hogy mire lehet számítani, amivel te biztosan el tudod oldani a dolgaidat, mert minden ló egy kicsit különböző, másra alkalmas, másra tudod használni. Nekem itt kettő. Valaki nyilván, mit tudom, valakinek van 10 lova, és mind a 10-et el tudja hozni, és nyilván szükség van rájuk, de nekik is szerintem a fele, a háromnegyede se kell ahhoz, hanem van egy-két ló, amiről tudja, hogy ezt is biztos meg fogja tudni csinálni, és a másik feladatot is ugyanúgy gond nélkül. Mennyire szívesen adod oda a színésznek a lovat, illetve mennyire van erre szükség? Hát ebben két ilyen variáció van, hogy valaki nagy megtiszteltetésnek veszi, hogyha a lova színész alatt mozoghat, és forgathat végig egy filmet. Valakinek picit ilyen átok jellegű, hogy csak azt nem, mert nyilván ott bukik ki igazából a legtöbb hiba. Egy olyan lovas ül rajta, aki nem elég tapasztalt, aki nem elég jártas ebbe az egészbe, és hogy reagál erre a ló, vagy mennyire tudja idézőjelben ő vinni a színészt, és irányítani ezeket a dolgokat. De azért lássuk be, hogy kétélű fegyver is ez a dolog, mert egyrészt, hogy a ló mennyire felel meg a színésznek, de a másik fele az, hogy hát van egy lovad, amiben rengeteg munkát fektettél, és ugye a színészekről tudjuk, hogy azért van szükség általában a kaszkadőrnek, mert nem nagyon vannak a topon a lókezelésben, és elég sokat gondol, egy lónak nagyon kell bíznia benned ahhoz, hogy egy ilyen stressz helyzetbe be tud vinni, és
akár egy alkalom is elég arra, hogy ezt, tehát utána neked hónapokat kell dolgozni valóban. Általában azért a színészek nem csinálnak velük olyan komoly dolgokat. Általában csak ülnek rajtuk, meg sétálnak, max vezetik még pluszba. Hogyha a kamerában nem látszik, akkor ugye van egy segítő, aki fogja végig a lovat és vezeti. Vannak tapasztaltabb színészek, akik vesznek előtte lovas órákat, és akkor így csinálják, így tudják végigcsinálni. Ez a kis pillanat, amiben ők dolgozhatnak ezekkel a lovakkal, nagyon-nagyon minimális, hogy ott bármit el tudjanak rontani. Nyilván előfordul az a szituáció, hogy kicsit erősebben fog bele a szárba, de ilyenkor mindig figyelmeztetve vannak, és tényleg egyetlen egy század százaléka az, amikor olyan történik, hogy esetleg a ló a többszöri alkalomra is olyan rosszul reagál rá, hogy utána már nem igen lehet vele, vagy nem igen lehet őt kezelni. Yes. Mennyire fordulhat az elő, hogy egy színész, ugye látjuk ezeket a nagy színészeket, a Tom Cruise-on ilyesmi, hogy ők szeretik maguk csinálni a dolgokat. Mennyire fordul az elő, hogy azt mondja akár a rendező, vagy egy színész erősködik, hogy az a ló nagyon jól működik, ezt a dolgot inkább én szeretném megcsinálni. Illetve neked milyen érzéseid lennének ezzel kapcsolatban, előfordulna? Nyilván, hogyha látja az ember rajta, hogy biztos a dolgába, és 100%-osan végre tudja hajtani, vagy tényleg olyan szituációba kerülnek, ahol muszáj neki fentülnie és neki megcsinálnia. Nyilván ezeket a veszélyesebb dolgokat ők nagyon nem engedélyezik, meg magába azt is, hogy egyáltalán vágtázzanak, azt sem nagyon díjazzák. A rendező nem díjazza, a produkció hát maga nem díjazza. Maga a produkció, a rendező, meg mindenki, mert tudod, hogyha nyilván bármi baja történik, és valami baleset történik, akkor, és mit tudom, egy főszereplővel például, akkor az ott elég nagy probléma közel. Azt gondolom, hogy ez a kaszkadőr szakma, ez nagyon romantikus, hogy mindenki ezt szeretné csinálni. Amit látnak belőle, az, hogy hatalmas ragyogás van, híres emberek vannak, gondolják, hogy baromi jó a fizetés, de valóban így van? Ez mik az előnyei ennek a szakmának, és mik a hátrányai? Mert ha jól tudom, akkor vannak hátrányai is. Igen. Hát az előnyei tényleg maga a lehetőség, hogy egy világszínvonalú produkcióban dolgozhatsz. Meg hát amilyen helyekre eljutsz. Ugye nyilván maga a pénzkeresési lehetőség is nagyon, nagyon jó benne. A hátránya, hogy nincs nagyon a magánéleted. Sose tudod, hogy mikor kell pontosan menned dolgozni. Nyilván vannak előre megírt hetek, hogy mit tudom, 2-3 hétben tuti leszel végig, és akkor azt végig dolgozod. De van, mikor így a semmiből, mondtam, hogy 3-4 nap után így jön egy telefon este 11 óra, hogy holnap be tudsz jönni reggel 6-ra. Tényleg ez, hogy nagyon nem tudsz mire számítani, viszont majdnem mindenki próbál 100%-ban így ebbe bent lenni, már csak azért is, mert sose tudni, hogy mikor hány film forog és hány helyre tudsz menni dolgozni. Azt gondolom, javíts ki, hogyha nem jól gondolom, hogy ugye említettük azt, hogy számok nélkül, hogy elég jól lehet keresni, főleg külföldön. A helyzet az, hogy azért vannak ennek veszélyei is, tehát hogy ezeket a pénzeket az ember, én úgy gondolom, hogy úgy kapja, hogy adott esetben, hogyha valami történik vele, akkor hosszú-hosszú időre kiesik a munkából. Igen. Így van ez? Persze. Igen, ez benne van a veszély, a sérülés, az, hogy nem tudsz menni utána hónapig dolgozni. Én is jó párat láttam ebben az elmúlt közel 5 évben. Hozzáteszem, mert mondom azt még most, hogy én kaszkadőr vagyok, kaszkadőr leszek szerintem egy 5-6 év múlva. Szerintem... Ezt a szót különösen itthon mindig ilyen hatalmas nagy szerénység övezi, tehát majdnem olyan, mintha azt mondanánk, hogy kaszkadőrök vagyunk, akkor mi azt mondanánk, hogy mi a világon a legjobbak vagyunk, holott igazából ez egy szakmának a megnevezése, mint a pék, mint az ács, stb. Rosszul igen, gondolom? Ez kell jó pár év ahhoz, hogy te biztosan azt mondtad magadra, hogy te kaszkadőr vagy, hogy olyan kaszkadőr feladatokat végeztél el, ami nagyon komoly szinten működik, és nem az van, hogy csak a háttérben lavírozol a tömegbe, hanem tényleg ott vagy a kamera előtt, az akciókban, a színészek mellett, a színészekkel verekedsz, és a többi. És ez szerintem nagyon-nagyon sok idő kell, hogy te oda eljuss, hogy ha téged előhúznak mind egy kártyalapot, akkor te azonnal bármit meg tudsz csinálni. Van rengeteg olyan rutinosabb kaszkadőr, és akik régebb óta ugye a szakmában vannak, akik megérdemlik igazából ezt a idézőjeles címet, hogy ezt lehessen mondani, hogy ők kaszkadőrök, és ugye valamilyen szinten neked is ezt ki kell érdemelned. És ugye olyan munkákat kell letenned az asztalra. De ezt az ember önmaga tudja elbírálni, nem? Hogy te már joggal hívod-e magad kaszkadőrnek. Gyakorlatilag senki nincs, aki azt mondja, hogy oké, ezt megcsináltad, innentől kezdve te igen, tartozol. Igen, igen, nyilván. Csak azért ehhez évek kellenek, mert kell egyrészt olyan rutint szerezned tényleg majdnem minden téren, hogy utána
most ez furán hangzik, ne lehessen rajtad fogást találni, hogy, hogy tényleg bárhol be tudnak állítani, bármilyen helyzetbe. Na Viktor, ez bizonyos be, légy szíves, egy hátra bukfencet tudsz csinálni? Persze. De hát akkor hadd lássuk, mert azért... Szóval... De testvér, én nem vagyok benne biztos, társnevelésben egyébként nem voltam rossz, de én azt nem úgy ismerem, hogy bukfenc. Hát, ez egy extra vált. Tony Starkos leérkezést is belealkott a végére, hát engem meggyőzött, azt kell mondjam. Te azt is megmutatnád, hogyan kell leakrambózni a lóról? Persze, valamilyen akkor formában. Légy szíves, légy szíves. Megoldjuk. Ez hiteles, nem? Meddig szeretnéd ezt csinálni, Tomám? Ameddig bírja. Bírom testileg, lelkileg, szellemileg. Uh-huh. És figyelj, de a lovakkal mennyit kell dolgoznod? Hát az, hogy, hogy nekik is egészséges legyen, mint fizikálisan és mentálisan. Én, az én oldalam és az én edzéseim úgy néznek ki velük, hogy, hogy ilyen heti 4-5 alkalmat mennek, de van mikor kevesebbet. Szóval, hogyha annyira nagyon túlzásba se szabad vinni velük ezt, a, ezt az egész dolgot, mert egy idő után be tudnak sokalni, és eltűnik a fény a szemükből. Magában az edzések, azok nagyon-nagyon durván ilyen egy óra. Hány lovad van? Jelenleg 3, abból 2-vel dolgozok aktívan. Egy van, ami szürke kis spanyol, 4 éves, őt most kezdtük el nemrég idén belovagolni, úgyhogy ő még ilyen kis féltve megy. De a többi az, a másik kettő a Portos is, meg a Nero is rendszeresen. A filmes szempontból azért előnyösek, mert ugye jegytelenek. Fej, könnyű helyettesíteni, ha például valamik egy színészlóval például valami történik, és kell helyette egy másik. Most csinálom a gyalogos kaszkadőr képzést. Ugye a lovas kaszkadőr végzettségem már megvan, ezt tavaly sikerült megcsinálnom. Nem azt mondom, hogy nehezebb, mint magával, mint egy lóval dolgozni, de más. De más, és ennek is megvannak a keményebb részei, ahol tényleg nagyon ott kell lenni, és figyelni esetleg, mit tudom, egy búnyolnál, hogy a színészt meg ne üsd, vagy túl. Miért az baj? Hát azért nem mindig örülnek. Reálisabban. Így van, így van, így van. Olyan van egyébként, hogy a színész véletlenül úgy, mit tudom én, oda csap, és akkor... Colin Farrelltől, én vele dolgoztam tavaly év végén utoljára. Egy hihetetlen színész, hogy iszonyat jól mozog, nagyon együttműködő, és ott előfordul az, hogy kérned kell, hogy legyen egy minimális kontakt, hogy neked is könnyebb legyen akár egy reakciót eladnod ebbe az egész történetbe. És néha előfordul, és nem csak színészek között, kaszkadőr között is néha kell, nyilván nem mosunk be egymásnak, szóval nem kapunk állásokat egymástól, de... Hát ez főleg akkor fordul, amikor a barátnők is már bele vannak keveredve, szerintem. Hát valamilyen szinten, igen, akkor már ki lehet élni a vágyakat. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy most a nehézségeit ecsetelgetjük ennek a szakmának, én szerintem nagyon sokan szeretnének a helyedben lenni. Mit tudsz tanácsolni annak, aki korosztálytól függetlenül most szeretné ezt elkezdeni? Nyilván kell tehetségednek is lennie, vagy jártasságodnak abba, hogy te mit tudom, úgy verekedni, vívni, esni, ehhez hasonló dolgok, ugye, ami ezzel a szakmában jár, és kell egy nagyon jó lehetőséget, hogy megkapj, amivel élned kell, hogyha nem vagy buta. Ha lehet így fogalmazni. Én is így kezdtem el, kaptam egy lehetőséget. Én nagyon sok évekig vártam erre a lehetőségre, hogy ez megtörténjen, és végre el tudjak menni filmekbe dolgozni, mint kaszkadőr. Utána meg írdatlan sok munkát kell ebbe rakni. Hogyan, ez hogyan néz ki gyakorlatban? Hogyan induljon el az a valaki, hova menjen tanulni, aki kaszkadőr akarja? Adott esetben például a trükklovaglás hol lehet tanulni? Most kacsintottam egyet, bár nem látszik a szemüvegem alatt, de tehát hol lehet trükklovaglást tanulni ma Magyarországon? Ma Magyarországon. Pesten is vannak. Hát én nem erre számítottam. Nem? Tőlem lehet. Tehát oktatsz is? Igen, bár nem úgy, hogy még lovagolni se tud az illető, szóval egy alapképzettségnek kell lennie, hogy abból bármit is lehessen faragni. Maga az, hogy tudsz trükklovagolni, nem azt jelenti, hogy mit tudom, egy filmbe be tudsz kerülni. Nem elég az, hogy jól lovagolsz,
vagy jól trükklolgolsz, hanem jól kell verekedned, jól kell esned. Kell egy kis színészi oldalodnak is lenni, hogy te el tudj adni bizonyos dolgokat, egy halált például, vagy hogy megijedsz. Ezek amúgy a legnehezebbek, amikor valami ezt hasonlót kell csinálni, és fogalmad nincs, hogy állj hozzá. Bár én azt mondom, hogy ha az emberbe kellő ambíció van és elhivatottság, akkor bármi lehetséges. Vége van az Ukmufuk Fesztiválnak, azt itt szokták tartani. Mi a neve ennek a fesztiválnak? Ukmufuk. Na, hát én azt gondolom, hogy nagyon keményen dolgozott a Viktor, úgyhogy mi megérdemlünk egy fagyit. Két gombócosat.